10 éve indult el a Nemzeti Tehetségprogram, kezdetben évente mintegy 15 ezer fiatalt segítettek, most már 350 ezer tehetséget tudnak támogatni. Vendégünk a témában Illés Boglárka, helyettes államtitkár és Édenyi Adrián Zséda, édekesnő, programvédnöke. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Hatalmas számok, ugye 10 év és 350 ezer fő. Ez pontosan így van, csak megerősíteni tudom, amikor indult a program, akkor megközelítőleg 15 ezer fiatalnak tudtunk segíteni, 4 pályázati kiírással, most már több mint 40 pályázati kiírásunk volt az elmúlt évben, és évente már 300-350 ezer fiatalnak tudunk ezen a programon keresztül segítséget nyújtani. Tiéd a program dala. Mit szóltál hozzá, amikor megkerestek ezzel? Ez úgy történt, hogy már évek óta vagyok az egyik védnöke a programnak, és pár évvel ezelőtt készítettük el, egy mentorprogram keretében dolgoztam együtt egy fiatal tehetséggel, úgy hívják, hogy Balog Tamás, ő zeneszerző és zongorista, jazz tanszakra járt akkor, és az 50 Magyar Tehetségprogram keretében ismertem meg, és elkezdtünk együtt dolgozni, megmutattuk ezt a dalt, és hát nagyon örülünk, hogy ez képviseli mindhárom kategóriát, a művészeteket, a tudományt és a sportot is. Rengeteg tehetség, ugye három kategória, milyen típusú kis művészek és tehetségek szoktak jelentkezni? Nagyon sok tehetség, 2015 óta már arra is van lehetőségünk, hogy egyéni ösztöndíjjal támogassuk a tehetségeket, és mind a tudományterületekről, mind a művészek területéről, sportterületéről, de én fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a szakmák területéről is érkeznek hozzánk tehetségek. Tudtam én, hogy van csavar. Olyan cukrászmester is, akit már hosszú éveken keresztül tudtunk támogatni, és az ország tortáját is volt olyan év, amikor neki köszönhettük. Hogy kell ezt elképzelni? Adott egy tehetséges fiatal, egyáltalán mondjuk milyen korosztályról beszélünk, van-e túlik határ? Mi abban hiszünk, hogy már kora gyermekkorban is fel lehet fedezni a tehetséget egy fiatalban, és érdemes már akkor beazonosítani és a támogatását biztosítani. Mit jelent a kora gyermekkor? Van olyan programunk, amely már óvodáskortól kezdve támogatja a tehetségeket, és a Nemzet Fiatal Tehetségért ösztöndíjra például 35 éves korig is tudnak jelentkezni a fiatalok. Erről lecsúsztam, de majd talán gyerek. Mondjuk segítesz az elbírálásban, és annyi van, aki a te szakterületed, hogy énekesként mennyire tehetséges az adott pályázó? Abban nem. Én általában, akikkel együtt dolgoztam, még mindig nagyon nagy meglepetéseket tartogattak számomra, mert tehát én is nagyon sokat kaptam ezekből az együttműködésekből, meg nagyon sokat tanultam a fiatalokról, és azt látom, hogy ők pontosan tudják, hogy mit szeretnének, tehát sokkal jobban képben vannak talán, mint annak idején én voltam. Ez biztos, hogy sokan, amikor rajongók közül egy-egy koncert után oda mennek, és akár tanácsot kérhetnek, biztos sokaknak vagy példaképe, akik most kezdenek énekelni, tanulni. Mit tudsz nekik tanácsolni, akár egy ilyen pályázat, hogy jut eszükbe, hogy lehet pályázni is például? Igen, azt látom, hogy sokkal felkészültebbek, de mindig el kell mondani, hogy kell ezt a pályázatot beadni, és a most hallható dalban ez is benne van, hogy kell ezt kitölteni. Így van, és ők általában el szokták mondani, hogy mire van szükségük, meg én is, tehát mindenkinek azt próbálom nyújtani, ahol ő tart. Tehát úgy gondolom, hogy a segítségnek így van értelme, és például Balog Tamás, akivel a dalt írtuk annak idején, ő külföldre is nagyon sokat levelezett, tehát ő nagyon tudta ezeket a pályázatokat, és azt látom, hogy a mostani fiataloknak tehát teljesen más útjaik vannak, mint mondjuk nekem volt annak idején, és ez nagyon jó, hogy ők ezt tudják. Biztos, hogy kinyílt a világ, és ők ezeket a lehetőségeket jól megtalálják. Általában családi döntések ezek, vagy iskolai? Tehát mondjuk a pedagógus is javasolhat, hogy kell ezt elképzelni? Mind a kettő egyaránt fontos, és talán ebben a sorrendben én ezt így mondanám, hiszen nagyon sokszor a család az, aki az elsődleges védőháló, és ők tudnak segíteni a fiataloknak abban, hogy valamennyi területen ki tudják magukat próbálni, mert akkor sikerül beazonosítani, hogy melyik az ő tehetség területe, és számunkra nagyon komoly támaszt jelentenek a pedagógusok is. Vannak olyan szakemberek, akik kimondottan tehetségazonosításban és tehetségek segítésében, támogatásában jártasak, és ilyen képzettséggel rendelkeznek. Ők nagyon sokat segítenek a fiataloknak. Mire lehet fordítani ezt a támogatást, hogyha valaki megkapja? A Nemzet Fiatal Tehetségért ösztöndíjat szinte mindenre mondhatjuk így is, hiszen hogyha valakinek egy hangszerre van szüksége ahhoz, hogy ő a zenei pályafutását el tudja kezdeni, akkor arra is tudja fordítani, de hogyha van egy olyan nemzetközi verseny, ahol az utazási költségeket nem tudja fedezni, akkor az ösztöndíj erre is lehetőséget biztosít. Azt mondjátok, hogy ezek a fiatalok nagyon céltudatosak, nagyon tudják, hogy mit kell csinálni.
ez azt is jelentheti, hogy nem mindig nyitott füllel fogadják a tanácsokat, tehát ők pontosan tudják, hogy mit akarnak, de azért érdemes kicsit néha igazítani azon a pályán, nem? Ez teljesen változó, de úgy gondolom, hogy tényleg Magyarország évszázadok óta bővelkedik tehetségekben is, és az, hogy van egy ilyen program, ami ezt a tehetséget segít kibontakoztatni, akárhol is tart az a fiatal, ez egy nagyon nagy segítség és nagyon nagy előny. És ugye nagyon fontos, hogy nem csak országhatáron belül tudtok segíteni. Kárpát-medencei dimenzióban gondolkozunk, tehát nagyon fontos, hogyha van egy olyan fiatal tehetség, aki nem a közigazgatás határokon belül, hanem határon túlél, akkor ő se vesszen el, és őt is tudjuk támogatni. Erre lehetőséget biztosítanak olyan különböző eszközök, amelyek akár a digitális térben is megtalálhatóak, hiszen számtalan olyan fejlesztésünk van, ilyen például a tehetségkapu portál, amely segítséget biztosít a pedagógusoknak akkor is, hogyha a közvetlen közelükben nincs olyan tehetségsegítő műhely, amelyen keresztül tudnának segíteni a tehetségekbe azonos. A sztárok csillogó világa az bizonyára nagyon vonzó. Fölhívjátok ilyenkor a család vagy a gyerek figyelmét arra, hogy ez egyébként egy kőkemény világ és kőkemény munkával jár? Nyilván az énekeseknél lesz fokozottan előtérben. Hát igen, ugye a művészet területen, aki már benne van, tehát iskolába jár, ők, én azt látom, hogy ezt tudják, tehát itt olyan tehetségekről van szó, aki nem, mint ahogy annak idején én is voltam, tehát nem kifejezetten a sztárság vonzott, tehát én dolgozni akartam ezért, és méltóképpen elnyerni azt a helyet, ami mondjuk az ismertséggel jár, és tehát ők is úgy érzem, hogy ők tenni akarnak, és szorgalommal látják, kerülni hogy ez oda. Hogy működik. Lehet segíteni, és ha jól tudom, az adó 1%-ával. Ez pontosan így van, azt látjuk, hogy évről évre egyre többen ismerik meg a Nemzeti Tehetségprogramot, és nekünk az a célunk, hogy lássák az eredményeket is, lássák, hogy hány iskolát, köznevelési intézmény, felsőoktatási intézményt, vagy közvetlenül fiatal tehetséget tudunk támogatni. A második 1%-kal lehet segíteni a Nemzeti Tehetségprogramot, 18-23-as a technikai száma. Az adófelajánlások jelentik a Nemzeti Tehetségprogram forrásainak a felét, és a másik felét teszi hozzá a magyar kormány. Fontos, hogy amikor a program indult, akkor megközelítő 500 millió forint állt rendelkezésünkre, az elmúlt években pedig már a 3 milliárdos határt is sikerült átlépnünk. És akkor ez a 350 ezer szám, ez reméljük, hogy gyarapodni fog. Nagyon és szépen akkor köszönjük, és nagyon sok sikert. Nemzeti Tehetségprogram honlapján a részletek. Köszönjük.